Száraz György könyvei, a magyarok beavatása, a kiválasztottak titkos tudása, Istenek beavatásai, az élet mágikus alapelvei. A szemkontaktus mágiája, amikor a lélek érzékel és gyógyít. A cikket felolvassa Száraz György spirituális tanító. Manapság minden eddiginél jobban keressük azokat az innovatív módszereket, amelyek révén megtapasztalhatjuk a test, a lélek és a szellem jólétét is magába foglaló állapotot. Mélyebb kapcsolat. A kezünkben van egy olyan hathatós gyógyító eszköz, amely segíthet nekünk egymás szemébe nézni, és ami által valóban olyannak láthatjuk magunkat, amilyenek vagyunk. Milyen gyakran engedhetjük meg magunknak, hogy mélyebb kapcsolatot alakítsunk egy másik emberrel. A másik nézését elkapni, legyen az egy ismeretlen személyé, egy potenciális munkaadójé, vagy egy régi baráté, olyan erővel bír, amely egy mélyebb kapcsolatot indíthat el. Azonban, igaz, hogy a hosszas szemkontaktus kiveszőfélben lévő gyakorlat felgyorsult és technológiákra hajlamos társadalmunkban. A felnőttek idejük 30-60%-át töltik szemkontaktussal átlagosan, miközben 60-70%-ra volna szükség az érzelmi kötődések kialakításához. Manapság a kapcsolatok általában tranzakciósak, az egyik ember ad, a másik vesz. Az egymás szemébe nézés folyamata során furcsa lehet arra kérni a résztvevőket, hogy kapjanak. Az interpersonális kapcsolatok minősége a béke és a boldogság szintjének jelölője. A kapcsolat minősége és mennyisége egyaránt hatással van a szellemi egészségre, a viselkedésre, a fizikai egészségre és a halál kockázatára. Élmény. Az egymás szemébe bámulás jól ismert és bevett gyakorlat a buddhista tradícióban és a spirituális pszichológiában. A jelenlegi szembenéző gyakorlat erejét egy univerzálisan elérhető tréningé alakítja át. Ebben a különös szembenéző modellben a résztvevőket párokba állítják, majd legalább 1-5 percig közvetlen és megszakítás nélküli szemkontaktust végeztetnek velük. Eme szembe bámulás során a résztvevők az izgalom és a gyógyító érzelmek felfedező utazásán vesznek részt. Azt kérik tőlük, hogy maradjanak csendben a folyamat alatt, és kövessék az iránymutatásokat, miközben a háttérben gondosan kiválogatott zene szól. Gyógyító erő. A szembenézés gyakorlata egy nagyon hatékony gyógyító módszer lehet, mivel segíthet bennünket abban, hogy önmagunkat lássuk meg egy velünk szemben ülő személyben. Közvetlenül próba elé állítja az elkülönülés illúzióját, és lehetőséget biztosít számunkra ahhoz, hogy direkt módon átélhessük a fundamentális egységet. Néhányan úgy mesélik, hogy a szemkontaktus egy új látásmódot tárt fel előttük, valamint azt, hogy a világot kívülről és belülről egyaránt szemlélhessék. Energetikai szinten erőteljes gyógyító hullámokat érezhetünk a szobában, amely a jelenlévővel és minden létezővel alkotott mély egységre ösztönöz. Lelki érintés. A csere során a résztvevők egy meditatív állapotot élnek át. A szembenézés folyamata arra indítja a résztvevőket, hogy visszaemlékezzenek a velük született erényeikre. Minél inkább elfogadja és megadja magát mindannak az ember, amit ő érzelmileg kisugároz, annál mélyebbre fog tudni merülni, ami pedig még gazdagabb élményt fog eredményezni. Az az elképzelés, mely szerint a megszólalás vagy bármilyen értékelhető cselekvés végrehajtásának igénye nélkül értessük meg magunkat, jelentős hatást gyakorol a pszichére. További hasonló érdekes témákkal találkozhatsz az Igazságkereső című YouTube csatornámon, vagy ellátogathatsz a napvallás.hu és a boldognapot.hu oldalaimra is. Köszönöm a figyelmet, boldog napot!